Én azt gondolom, hogy a február 28-ai választási győzelemnek Salgó Tarjánban egy fontos üzenete volt, mégpedig az, hogy generációk összefogásával, egy jó lendületes csapatmunkával újra vissza tudjuk nyerni a választók bizalmát. Én azt gondolom, hogy ezen az úton kell tovább mennünk, lendülettel, frissességgel és a következő időszakban a helyi civil akarat megemelésével és azok képviseletével kell elsősorban foglalkoznunk, azokkal a kezdeményezésekkel, amelyeket keresztül újra kimehetünk az utcára, és újra a választók napi ügyeivel transzparens módon foglalkozhatunk. Természetesen nagyon szép gondolat, konkrétan meg lehetne fogalmazni néhány olyan teendőt, ami folyamatában is majd lehetővé teszi, mindazt, ön a programjában elhangzott. Hát én nagyon fontosnak tartom, hogy az elmúlt években újra szerveztünk olyan eseményeket, olyan rendezvényeket, amelyek alakítottak a Magyar Szocialista Párt karakterét, nyitottabb lett a Magyar Szocialista Párt, és a fiatalok felé próbáltunk nyitni. Gondolok itt ingyenes felvételi előkészítőre, gondolok itt a hagyományosan egyébként nagyon régóta megrendezett József Attila szavaló versenyre, amit az idén egyébként Nagy Attila szavaló versenyre kereszteltünk. Hát azt gondolom, hogy ezek olyan kezdeményezések, amelyeket ki kell terjesztenünk a megyére, és folytatnunk kell a jogsegélyszolgálatot. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kezdeményezés, hiszen sok rászorulónak, sok problémában, sok nehézséggel küzdő, jogi nehézséggel küzdő polgárnak tudtunk segíteni az elmúlt időszakban, és azt gondolom, hogy ezt a párbeszédet kell a továbbiakban is folytatnunk, és ezeket az ügyeket kell képviselnünk.